You are God all by yourself. Hallelujah. You are God from beginning to the end. There's no place for arguments. You are God all by yourself. You got time and seasons. Precious name of Jesus, our soon coming King. Please receive a Christ-centered House of God greetings. We're coming again once again to you. We're a little bit late, but we have something amazing, powerful planned for this evening. Amen. Because God is going to move among us. Amen. Hallelujah. Amen. We praise the name of Jesus. I would like to send out greetings to all our ministers, all our members, all the visitors. Greetings in the precious name of Jesus. Greetings to our pastor, Minister Keith, Minister Valerie. We'd like to greet Pastor Evan Morgan, Minister Tricia, Minister Norby, Minister Zoli, Minister Nikki. Greetings, receive greetings, each and every one of you in Jesus' precious name. Hallelujah. We're going to begin right now, and we're going to worship the Lord together in the beauty of holiness. But before we begin, let us go into a word of prayer in the name of Jesus. Amen. Hallelujah. Father, we bless your name. Father, we honor you. We glorify you, Lord, and we thank you for this day of worship. We thank you, Lord, for what you're doing in our midst. We thank you, Lord, that you are here with us. Because your word declare we're two or three together touching anything, you're in the midst. And we thank you, God, for that which you're going to do today. Thank you, Lord, as the hearts are turned to you. Lord, you will lift and you will fill to the overflow. You will set free, you will deliver, you will heal, you will cleanse, you will restore in the name of Jesus. We humble ourselves before you. And we said, as we decrease, you will increase in us, O God. Lord, we come to you, O God, humbly. We come to you saying we know nothing. We come to you and saying we all have sinned and fall short of the glory of God. So we come to you, O God, and we come with expectancy in the name of Jesus. We give you praise, we give you honor, we give you glory in Jesus' name. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Everybody sing it now, say, you are God.
Aleluia. When you call me, I will answer. Oh.
whatever you want. What moment you choose, whatever you plan. Oh my Lord, let your will be done. So be my light, my life, and be my guide, my guide, be my way, be my way. Oh my Lord, come let my soul says yes, says yes. Hallelujah. Hallelujah.
Thank you, Lord, for your presence in this place. We give you glory. 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 For the fire of the Holy Spirit. Thank you for your presence in this place, Lord. We bless you. We magnify you. Hallelujah. Someone say, you are my hiding place. You are my hiding place. You are my hiding place. Karabahoshi matakrabosoya. Hallelujah, Jesus. You are our hiding place, O Lord. We bless you and we glorify you in the name of Jesus. Hallelujah. Sing it together. You are my hiding place. You always fill my heart with songs of the miracle worker. He is the promise keeper. Hallelujah. Darkness.
my God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Hallelujah. You are here. Touching every heart. I worship you. Lord, I worship you. You are here. Healing every heart. I worship you. I worship you. Let's declare it. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Thank you, Lord. See the Lord.
and his strength fills the chamber. Hallelujah, Jesus. I see the Lord and his iron lifted up. I see the Lord, and his chain fills the temple. Holy is the Lord. Sing it, holy. Angels cry. Angels cry, holy. Holy is the Lord. I see the Lord. Oh yes, His eyes are flaming like fire. Hallelujah, Jesus. I see the Lord, and His hair is white as snow. Oh, hallelujah, Jesus. Angels cry. Angels cry, holy, yes. Holy is the Lord. Angels cry, holy, holy is the Lord. The angel came and touched a cold to my lips. Hallelujah, Jesus. Now my guilt is gone, and my sin has been forgiven. Thank you, Lord, and I cry, holy, holy is the Lord. Everybody sing, and I cry. God, you fill our temple, Jesus, with your glory, hallelujah, hallelujah. The hurt is filled with your glory, hallelujah, Jesus. Oh, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, Jesus. Oh, hallelujah. We see you, Lord. Your eye is lifted up. Your eye is lifted up. Hallelujah, Jesus. Hallelujah to the Lamb of God. Oh, He's calling you tonight. Who shall I send? He's asking. Hallelujah, hallelujah to the Lamb of God. Hallelujah. Will you answer him? Hallelujah. Hey. Will you answer him and said, Lord, I will go for you. I will go for you. I will go for you, Lord. Come what may, I will go for you. Yes. Cry only. Holy. Holy is the Lord. Oh yes, Jesus. And I cry. You see, I cry, holy. Holy is the Lord.
Holy, yes, holy is the Lord. He wants the noise to come. Yeah, yeah, I cry, holy, yes, holy is the Lord. Hallelujah, Jesus, we give you praise. We give you thanks. We give you honor. We give you glory, oh God. You're wonderful. You're a good, good God. And we praise your great name. You're worthy to be praised. From the rising of the sun until the going down of the same, you are worthy to be praised. Most High God, you are worthy to be praised. And we thank you. We thank you for your mercy. We thank you for your grace. Hallelujah. Yes, Jesus. What a worship. And to see the Lord today. Hallelujah. For salvation. From salvation. From his hands. And the healing of our lands. Healing of our lands. Let us pray. Hallelujah, let us pray. Oh Jesus, let us pray. Thank you, Lord. Let's sing it. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Who can stand?
say, Jesus. In our mercy, Lord, a fountain flows, flows from your hands. Oh, Jesus. Lord, have mercy. Lord, have mercy. For we have placed all our hopes in you. Yes, Jesus. Lift your
Heavenly Father, yes, Lord. We thank you, Lord, in the name of Jesus, yes, Jesus. For what you're about to do today in our midst. Lord, we thank you in Jesus' name, thank you, Jesus. For your word. Yes. We thank you, Lord, for revelation and insight. Yes. We thank you, Lord, in the name of Jesus, yes, that by your word, that by your spirit, in the name of Jesus, you break every yoke, remove every burden from every people's life, oh Lord, in the name of Jesus. Lord, we thank you in Jesus' name that we are living in such a time as this, oh Lord. We thank you for your faithfulness. We thank you for your grace. We thank you for your mercy. We thank you for your protection, oh Lord, in the name of Jesus. And we thank you, Lord, that as long as we live, oh Lord, we can declare the mighty works of yours, oh Lord. In the name of Jesus. And everybody say amen. 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 Praise the Lord. Praise the Lord. Before you sit down. Hallelujah. Take your Bible. Hallelujah. Let's go to 2 Corinthians 3, verse 3. Menjünk a 2. Korintus 3. fejezetéhez és a 3. verséhez. Yeah, let's say amen. As you continue to look for it, hogyan elmész és megkeresed, I would like to greet every one of you in Jesus' name. Szeretnélek üdvözölni mindannyiatokat a Jézus nevében. I greet my wife, üdvözlöm a feleséget, my daughter, a lányomat. I greet all the leaders, üdvözlöm a vezetőséget, Minister Keith, Minister Valerie, Pastor Evan, Minister Trisha. Praise God. And also Minister Nikki, who's translating right here with me. And also I would like to Minister Zoli, and Happy, your wife. And also, praise the Lord, every Christ-centered House of God leader and member in Jesus' name. Minister Norby, in Jesus' name. And I greet all who is here present with us in Jesus' name. Azokat is üdvözlöm, akik most jelen vannak itt. Praise God. Hallelujah. 2 Corinthians 3:3. 2 Korintus 3:3. Where the Bible says, az ige azt mondja, clearly, you are an epistle of Christ, ministered by us, written not with ink of the living God, not on tablets of stone, but on tablets of flesh, that is of the heart. Akik felől nyilvánvaló, hogy Krisztusnak a mi szolgálatunk által szerzett levele vagytok, nem tintával, hanem az élő Isten szellemével írva, nem kőtáblákra, hanem a szívnek hústábláira. Praise the Lord. Let us read it once again. Let's read it together. Hallelujah. As I say it in Hungarian, in English, you say it in Hungarian and you repeat it, okay? Clearly, you are an epistle of Christ. Ki nyilvánvaló felől, hogy a Krisztusnak a szolgálatunk által szerzett levele vagytok. Ministered by us, written not with ink. A szolgálatunk által szerzett, nem tintával. But by the Spirit of the living God. Hanem az élő Isten lelkével. Not on tablets of stone. Nem kőtáblákra írva. But on tablets of flesh. Hanem a szívnek hústábláira. There is of the heart. Ami a szívnek hústábláira. Hallelujah. Today, I believe there's a message for all of us. Ma hiszem, van egy üzenet mindannyiunk számára. And praise God, we see that in 2 Corinthians 3:3, there's a revelation. Látjuk, hogy itt van a 2 Korintus 3:3 egy kijelentés. Okay, by the Spirit of God through the Paul the Apostle. Az Isten szellem által Pál apostolon keresztül. And he says that you are an epistle of Christ. És azt mondja, hogy ti vagytok Krisztusnak szerzett levele. And the question comes. És a kérdés jön. Are we an epistle of Christ? Hogy mi Krisztusnak a levelei vagyunk-e? And this is the title of the message. És ez az üzenetnek a címe is. Are we an epistle of Christ? Hogy mi Krisztusnak a levele vagyunk-e? Heavenly Father, we thank you once again. Atyám, köszönjük neked még egyszer. For your word that you sent from above. A tégedet, amit elküldtél felülről. Lord, we thank you. Uram, köszönjük. The message of heaven. A mennynek az üzenetét. The letter of heaven. A mennynek a levelét. That came to this earth, O Lord. Amire a világra eljött, Uram. Read by all men.
minden ember által olvasva. In Jesus name. Jézus nevében. To see the glory of who you are. Lássuk a dicsőséget, aki te vagy. Lord, we pray in Jesus name. Imádkozunk Jézus nevében. Give us an insight and revelation, O Lord. Adj nekünk kijelentést és bepillantást. And let us examine ourselves, O Lord. És tudom, hogy vizsgáljuk meg saját magunkat. Are we an epistle of Christ? Mi Krisztusnak a levele vagyunk-e? Praise the Lord. You may be seated. Levőhettek. Hallelujah. We're living in the end times, as you can see and feel. Ahogyan láthatod és érzed, a végidőkben élünk. And we see that the events are going very fast. Ahogyan láthatod, hogy az események nagyon gyorsan történnek. Things are happening fast in the spirit and in the natural. Tehát mind a szellemében és mind a fizikaiban. At the same time, de ugyanabban az időben, we must understand what God's will is for our lives. Meg kell értenünk, hogy Isten mi az akarat az életünkre. We must understand that circumstances should not change us. Meg kell értenünk, hogy a körülményeknek nem szabad befolyásolni minket. Even though we are not in a building, church. Még akkor is, hogyha nem egy épületben vagyunk, mint egy gyülekezet. We are the church that we must stay as a church. Mi vagyunk a gyülekezet, és gyülekezetnek kell maradjunk. Paul the apostle is writing something amazing here. Pál apostol itt valami csodálatosat ír. He says you are an epistle of Christ. Azt mondja, ti vagytok Krisztusnak a levele. You are a mail, a letter. Te egy levél vagy. That is ministered by us, written not with ink. Ami nem tintával volt írva. But by the Spirit of the Living God. Hanem az élő Isten szellemével. Not on tablets of stone. Nem kőtáblákra. Not on tablets of flesh, that is of the heart. Hanem a szívnek hústábláira. Now we must understand that the Bible is a revelation of Christ az a Krisztusról való kijelentés. To all who come and read it, az, aki jön és elolvassa, hear it, hallja, believe it, elhiszi, and line up their life according to it. És az életüket egyenes beállítják azzal szembe. You know, the Bible is an amazing book. A Biblia ez egy csodálatos könyv. That gives us the mind of Christ. Ami a Krisztus elmét adja nekünk. The plan of God. Az Istennek a tervét. For mankind. Az emberiségnek. Let me tell you how powerful is the Bible. Ha mondjam, milyen erőteljes a Biblia. Okay? Because before we begin to understand. Mielőtt elkezdenénk megérteni. That how we are the epistle of Christ. Hogy mi hogyan vagyunk Krisztusnak a levele. Let's first understand the power of the scriptures. Először értsük meg az igének az elejét. Now, let me tell you a short story. Hadd mondjak el egy rövid történetet. There was a missionary. Volt egy misszionárus. That was sent out. Ami ki lett küldve. From a church. Egy egyházból. Okay, to a South American place where there, the gospel was never reached before. Egy észak-amerikai helyre, ahol az evangélium. South American. South az dél. Dél-Amerikába küldték, ahol nem volt az evangélium prédikálva még. Okay, so this person ez a személy went with an airplane. Elment a repülővel oda. But his airplane crashed. De az ő repülője lezuhant. The same place where they're supposed to preach the gospel. Ott pont kellett volna az evangéliumot hirdessék. So people went to the wreckage. Emberek elmentek a romokhoz. And they found the Bible. És a Bibliát találtak ott. They never saw it before. Soha nem látták még azelőtt. But it was in their own language. De az ő saját nyelvükön volt az. So they began to read it. Elkezdték olvasni. Many years later. Sok évvel később. You know, they did not hear about the missionary. They learned that the plane crashed. De azt mondták, hogy ugye a misszionárus nem tudott elmenni, és azért összezuhant a gép. Próbálom egy kicsit lassabbnak lenni, és érthetem, hogy tudom. And what's happened is, they send another missionary. Egy másik misszionárus küldtek el. And when they landed safely. És amikor biztonságban oda értek. They began to see. Elkezdték látni. That everybody is a Christian. Hogy ott mindenki keresztény. The whole village, the whole place, everybody knew Jesus. Mindenki ismerte már ott Jézust. And they knew the gospel and they were basically believers in Christ. Volt a Krisztusban. They asked, how did this because the missionary fell destroyed
by the plane and plane crash. So they said, they showed him the Bible. They found a Bible on the airplane. Between the wreckage. They began to read it. And they began to get to know the Lord. So amazing, you know, that, you know, if a missionary was not able to preach the gospel, but the Bible itself, the book, began to preach the gospel. So the power of God is amazing. The Bible is amazing. Amen. So the Bible is a revelation of Christ to all who come and read it. Hear it and believe it and line up their life according to it. Amen. In 2 Timothy 3:16 and 17, a 2 Timóteus 3:16-17, the Bible says all scripture is given by inspiration of God. And it's profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be complete, truly equipped for every good work. A teljes írás Istentől ikletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre, hogy tökéletes legyen az Isten embere minden készített. So all scripture is profitable. Tehát a teljes írás hasznos. And came by the inspiration of God. És az Isten ihletés által jött. In Matthew 4:4. A Máté 4:4-ben. But he answered and said, it is written, man shall not live by bread alone, but every word that proceeds from the mouth of God. Ő pedig felelvén mondta, meg van írva, nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, amely Istenek szájából származik. So every word of God, Istenek minden egyes igéje, so, as 2 Timothy says, all scripture is given by inspiration. Ahogy a 2 Timóteus mondja, hogy minden ige ikletés által jött. And as you can see it in Matthew 4:4, that it proceeds from the mouth of God. És a Máté 4:4-ben azt mondja, hogy az Istenek szájából származik. So it is powerful. Az erőteljes. Okay, other translations that would say to you in 2 Timothy 3 is that all scripture is breathed by God. Másfajta fordítás 2 Timóteusban azt mondja, hogy Isten által lett lehelve minden ige. Praise the Lord. I'm going somewhere with this. Hebrews 4:12. Zsidó 4:12. For the word of God is living and powerful and sharper than any two-edged sword, piercing even to the division of soul and spirit and of joints and marrow, and is a discerner of the thoughts and intents of the heart. Mert az Istenek beszéde élő és ható és élesebb minden kétélű fegyvernél, és elhat a szívnek, a léleknek, az ízeknek és a velőknek megoszlásáig, és megítél a gondolatokat és a szívnek indulatait. So we know now, és most tudjuk, that the word of God is powerful. Hogy az Isten igéje az erőteljes. It says it's sharper than a two-edged sword. Élesebb, mint a kétélű fegyver. Why it says two-edged sword? Miért mondja kétélű fegyver? Why not one-edged sword? Miért nem egyélű? Because it cuts you when you receive it. Mert elvág téged, amikor elfogadod. It cuts off the work of the flesh from your life. A testnek cselekedetét levágja az életedről. And when it comes out of your mouth, és amikor a te szádból kijön, with the Holy Spirit, Szent Szellem által, it will also able to cut. Akkor az is tud megvágni. Praise the Lord. Hallelujah. Now, in James 1:22, a Jakab 1:22-ben, the Bible says, but be doers of the word, and not hearers only, deceiving yourself. Jakab 1:22, az igének pedig megtartói legyetek, és ne csak hallói, hallgatói, megcsalván magatokat. Praise the Lord. So, in James he says now, de Jakabban azt mondja, that we must be the doers of the word of God. Hogy az igének a cselekvői kell, hogy legyünk. Hallelujah, because if you are just hearers of the word of God, hogyha csak hallod az Isten igéjét, then you're gonna deceive yourself. Akkor meg fogod magad csalni. There is a deception there. Van kint egy megcsalás. And you know, there is more people, és több ember van, sadly, szomorúan, who loves the word of God to hear it, aki szeret az Isten igéjét hallani, but they never do it. De soha nem teszik meg. But we're not gonna be like that. De mi nem leszünk olyanok. Amen. Amen. We're not gonna be like that. We're gonna be the doers of the word. Amen. Hallelujah. Hallelujah. So we are talking about
Are we an epistle of Christ? Tehát arról beszélünk, hogy mi Krisztusnak a levele vagyunk-e? Are you an epistle? Are we are an epistle of Christ? Ja, Krisztusnak levelei vagyunk-e? Hallelujah. Now, you must understand meg kell értenünk valamit. That before the world would read the Bible. Mielőtt a világ olvasta volna a Bibliát. No, before he would read the Bible. Ó, mielőtt olvasta volna a Bibliát. No, mielőtt olvasná a Bibliát. Mielőtt olvasta a Bibliát. Okay. The world will read Christians faster. A világ jobban, gyorsabban elolvassa a keresztényeket. And understand faster than the Bible itself. És megértik őket gyorsabban, mint maga a Bibliát. Did you hear that? So, before people would touch a Bible. Mielőtt emberek megérintenék a Bibliát. In generally speaking. Tehát sokaságban beszélve. Okay. Before anybody would take the Bible. Mielőtt valaki is venni a Bibliát. They always look at the believers. Mindig a hívőket nézik meg először. They would see how are the followers of Christ. Azt nézik meg, hogyan vannak a Krisztusnak követői. You know, sadly there are many people like example. Szomorúan vannak sok ember, akik. I believe Gandhi said this. Azt hiszem, a Gandhi, Indira Gandhi mondta. Okay, he's an Indian. A wise person. Egy indiai bölcs ember. Very famous. Nagyon híres. He said that he has no problem with the God of the Bible. Azt mondja, neki nincsen problémája a Biblia Istenével. He honors it. Ő tiszteli. And he would become a Christian. És ő is egy keresztény lenne. But he has problem with those who follow Christ. Hanem azzal van problémája, akik követik Krisztust. Because they don't represent him as he ought to be represented. Mert nem úgy képviselik őt, ahogyan kell. I heard a story. Hallottam egy történetet. That Gandhi, hogy Gandhi wanted to go to a church. Gyülekezetbe akart menni. And he was and I believe it was ruled by the British Empire. Angol birodalom által volt. So when he wanted to go into the church, gyülekezetbe akart oda menni. They did not let him in. Nem engedték be őt. They did not let him in. Nem engedték be. So he had his conclusion from it that Christians are not really representing Christ as he ought to be represented. Tehát az jött le neki abban az egészben, a Krisztusnak követői nem is követik őt valójában. So, what we must understand is, amit meg kell értenünk az az, that if we want to be truly epistles of Christ, ha igazán Krisztusnak levele akarsz lenni, if you really want to reflect God, Istent akarod tükrözni, then your conduct has to be worthy. Akkor a viselkedésednek méltónak kell, hogy legyen. For the gospel. Az evangéliumnak. Let's go to Philippians 1:27. Menjünk a Filippi 1:27-hez. Only let your conduct be worthy of the gospel of Christ, so that whether I come and see you or am absent, I may hear of your affairs that you stand fast in one spirit with one mind striving together for the faith of the gospel. Csak hogy a Krisztus evangéliumához méltóan viseljétek magatokat, hogy akár oda menvén és látván titeket, akár távol lévén asszonyom dolgaitok felől, hogy megálltok egy lélekben, egy érzéssel viaskodván az evangélium hitéért. Praise the Lord. So watch this. Paul says it here that our conduct must be. Tehát itt Pál azt mondja, hogy Krisztus evangélium az méltóan kell viselnünk magunkat. Because when we are worthy of the gospel of Christ. Mert amikor a Krisztus evangélium az méltóan viselkedünk. Okay. Then we're gonna be steadfast in one spirit. Akkor egyek leszünk a szellemben. We're gonna have unity. Egység lesz. With one mind. Egy elmével. Striving together for the faith of the gospel. És együtt fiaskodva az evangélium hitéért. Hallelujah. Hallelujah. Philippians 1:27 in the New Living Translation. Az újfajta fordításban ezt mondja. Look at what the New Living Translation says. Above all, you must live as citizens of heaven. Hallelujah. Conducting yourselves in a manner of worthy of the good news about Christ. You must live as citizens of heaven. Tehát úgy kell élned, mint a mennyek állampolgárai. Conducting yourselves in a manner worthy of the good news. Tehát úgy méltóan viselkedni a jó hírért. Worthy of the good news about Christ. Praise God. Krisztusról. Hallelujah. Now look at Matthew 5:16.
Nézd a Máté 5:16. Let your light so shine before men that they may see your good works and glorify your Father in heaven. Úgy fénylik a ti világosságotok emberek előtt, hogy lássák a ti jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei atyátokat. So let your light shine. There is a light that has to be in you. Egy világosságnak kell legyen benned. The light of the gospel of Jesus Christ. Jézus Krisztus evangéliumának a világossága. Are we an epistle of Christ? Mi Krisztusnak levele vagyunk-e? The world will read believers first before they consider to read the Bible. Oh yes. Tehát először elolvassák a keresztényeket az emberek is azután mielőtt tehát meggondolnák, hogy keresztények lennének-e. Why people does not read the Bible? Az emberek miért nem olvassák a Bibliát? Because when they read believers, amikor leolvassák a hívőket, they do not line up with what the Word of God says. Nem állnak azzal egyenesbe, amit az ige mond. 1 Peter 2:12. 1 Péter 2:12. Look at what Peter says here. Having your conduct honorable among the Gentiles, that when they speak against you as evildoers, they may by your good works, which they observe, glorify God in the day of visitation. Magatokat a pogányok közt jól viselvén, hogy amiben rágalmaznak titeket, mint gonosztevőket, a jó cselekedetekből, ha látják azokat, dicsőítsék Istent a meglátogatás napján. Did you hear that? In the New Living Translation it says it like this. Be careful. Be careful, Nikki. Tehát azt mondja az újfajta fordításból, hogy vigyázz. To live properly. Hogy rendesen élj. Among your unbelieving neighbors. A te hitetlen szomszédaid között. Then even if they accuse you of doing azoknak téged, hogy rosszat tettél, they will see your honorable behavior. Lássák majd a te méltó viselkedésedet, and they will give honor to God, és Istennek adnak méltóságot, when he judges the world. Akkor megítéli a világot. See how important is this, what látod, I'm talking hogy about. Milyen fontos, amiről beszélünk. You must be an we must be an epistle of Christ. Krisztusnak levele kell, hogy legyünk. We all together must be an epistle of Christ. Mindannyiunknak yes. Krisztus levelének kell, hogy legyünk. Hallelujah. Because every Christian, keresztény, every believer, minden hívő, upon whom the Lord impresses his own will, akinek az Úr rátesz az ő akaratát, character, az ő karakterjét, and purposes, és az ő céljait, they become Christ's communication to the world. Tehát Krisztus kommunikációi lesznek a világnak. Written by his hand. Az ő keze által írva. And authenticated by his autograph. És felhatalmazva az ő aláírása által. Did you hear that? Hallelujah. Hallelujah. So every Christian, tehát minden kereszténynek, that the Lord will take, akiket az Úr vesz, and he impresses his own will, his character, his purposes, az a saját célját teszi, they must become, nekik kell lenniük, Christ's communication to the world, a Krisztus kommunikációja a világnak, written by his hand and authenticated by his autograph. Tehát az ő keze által írva és felhatalmazva. Romans 8:29-30. Róma 8:29-30. For whom he foreknew, he also predestined to be confirmed to the image of his son, that he might be the firstborn among many brethren. Moreover, whom he predestined, these he called, whom he called, he also justified, and whom he justified, these he also glorified. Mert akiket eleve elismert, eleve el is rendelte, hogy azok az ő fia ábrázatához hasonlatosak legyenek, hogy ő legyen elsőszülött sok atyafi között. Akiket pedig eleve elrendelt, azokat el is hívta. És akiket elhívott, azokat meg is igazította, akiket pedig megigazított, azokat meg is dicsőítette. Hallelujah! Praise Hallelujah. The Lord! So look at in NLT what it says. For God knew his people in advance. Amen. Az újfajta fordításban azt mondja, hogy Isten már előtte ismerte őket. And he chose them to become like his son. És kiválasztotta őket, hogy olyanok legyenek, mint az ő fia. So that his son will be the firstborn among many brothers and sisters. Hogy az ő fia legyen az első szülött az ő a testvérei között. Praise the Lord. Hallelujah. So, what does this mean?
that you either going to reflect Christ to the world. Tehát Krisztust fogod tükrözni a világnak, vagy pedig eltorzítani? Elgörbíteni. Eltorzítani a világnak. Write it down. This is very important. You either going to reflect Christ to the world. So, Lord. Do the people or the world what they read in us? Tehát valójában a világ mit olvas le rólunk? What does the world read in us? Because many people, mert sok ember, we know, tudjuk, they don't represent Christ as he has ought to be represented. Nem képviseli Krisztust, ahogyan őt kell. Look at Philippians 3:8 and 19, what it says. Nézd a Filippi 3:18-19. For many walk, of whom I have told you often, and now I tell you weeping, that they are the enemies of the cross of Christ, whose end is destruction, whose God is their belly, and whose glory is in their shame, who set their mind on earthly things. Mert sokan járnak másképpen, akik felől sokszor mondtam nektek, most pedig sírva is mondom, hogy Krisztusnak keresztjének ellensége is, kiknek végük veszedelem, kiknek Istenük az ő hasuk, és akiknek dicsőségük az ő gyalázatukban van, akik mindig földiekkel törődnek. Now, let's look at this in the NLT for us to understand this better. Look at what it says. For I have told you often before, tehát én már sokszor mondtam nektek ezelőtt, and I say it again with tears in my eyes, és sírva is mondom újra nektek, that there are many whose conduct shows, de vannak sokan, akiknek a viselkedése mutatja, that they are really enemies of the cross of Christ. Hogy ők tényleg ellenségei a Krisztusnak kereszt. The conduct shows. A viselkedés mutatja. The conduct shows. A viselkedés mutatja. And they are headed for destruction. És a veszedelem felé mennek. Their God is their appetite. Az ő hasuk, az ő én... No. Their God is their appetite. Az ő étvágyuk, az ő istenük. So what does this mean? Mit jelent ez? They have appetite for things that is not of God. Olyanokra éhesek, amik nem Istentől vannak. Which means their appetite tells them what to do. Az ő étvágyuk mondja el nekik, hogy mit tegyenek. Okay? And their appetite is not for God. És az az éjség nem Istenén van. They brag about shameful things and they think only about this life here on earth. Szégyenletes dolgokról beszélnek, és csak itt a földi életről gondolnak. Hallelujah. Are we the apostles of Christ? Now, if we want to be the apostles of Christ, hogyha Krisztusnak levelei akarunk lenni, we must understand, meg kell értenünk, that all Christian, all believers, minden keresztény, minden hívő, actually should be a living Bible. Élő Bibliának kellene, hogy legyünk. Did you hear that? We all should be a living Bible. Élő Bibliának kellene, hogy legyünk. But not just in knowledge. Nem csak tudásban. But in nature. Hanem természetben. First. Először. And in conduct. És aztán viselkedésben. Look at what I said. How you become a living Bible. Hogyan leszel egy élő Biblia. How you become an epistle hogy egy of the Lord. Levele az Úrnak. First. Először. You must have a changer in your nature. Először kell a természetedben egy változás. And then your conduct will change. És aztán a viselkedésed is megváltozik. Too hard that was prophesied by Jeremiah. Nézd, hogy Jeremiásban mi lett profétálva. In Jeremiah 24:7. Jeremiás 24:7. And I will give them a heart to know me, that I am the Lord, and they shall be my people, and I will be their God. For they shall return to me with their whole heart. És szívet adok nekik, hogy megismerjenek engem, hogy én vagyok az Úr, és ők népemé lesznek, és én pedig Istenüké leszek, mert teljes szívből megtérnek hozzá. See what this prophecy said. Nézd, hogy mit mond ez. God is saying, Isten azt mondja, in order for anyone to know me, bárki, hogy megismerjen engem, they need a new heart. Új szívre van szükségünk. A new heart. Egy új szívre. Without a heart. Egy szív without nélkül. A new heart. Egy új szív nélkül. You cannot know the Lord. Nem ismerted az Urat. Yes. Jeremiah 32:39. Jeremiás 32:39. Then I will give them one heart and one way that they may fear me forever for the good of them and their children after them.
és adok nekik egy szívet és egy utat, hogy mindenkor engem féljenek, hogy jó legyen dolguk nekik és az ő fiaiknak ő utánuk. Hallelujah. In the NLT. Az NLT-ben. It says it like, and I will give them one heart and one purpose. Azt mondja, hogy adok nekik egy szívet és egy célt. To worship me forever for their own good. Hogy engem dicsérjenek örökké. And for the good of all their descendants. És az ő fiaiknak ő utánok jól legyen dolguk. Look at how important is this. Nézd, hogy milyen fontos ez. He says that there is a heart purpose. Azt mondja, van egy szív, jön egy szív, ami egy célja jön. There is a heart that God wants to give every person. Ami minden személynek akar adni Isten új szívet. When you receive this new heart, elfogadod ezt az új szívet, you receive the purpose of God. Az Istennek a célját veszed. So that you can worship Him forever. Hogy örökké őt dicsért. To fear Him forever. Hogy örökké őt féld. And this is for the good of you. És ez csak neked jó. And for all your descendants. Yes. És a te gyermekeinek. Which means. Ami azt jelenti. That whatever you do. Hogy bármit, amit teszel. You either go to the Lord. Hogy az Úrhoz mész. Or you walking in your own ways. Hogy a saját utaidban jársz. It will determine your descendants. Meg fogja határozni a utódaidat. Their life. Az ő életüket. And their conduct. És az ő viselkedésüket. This is why there is generational curses. Ezért vannak generációs átkok is. You see, if the father and mother is a drunk. Látod, hogy az apa vagy az anya alkoholisták. Then the children gonna be alcoholists also. Akkor a gyermekek is azok lesznek. You see this over and over in families. There are all kinds of same kind of problems and issues. Sok probléma van, látod a családokban az ilyen dolgokat. But we must become the apostle of Christ. A Krisztusnak a levele kell, hogy legyünk. And I'm talking about now how we can be a living Bible, how you can be a living epistle for the Lord. És arról beszélek, hogyan lehet egy élő Biblia, egy élő levél. Look at in Ezekiel 18:31. Nézd az Ezekiel 18:31-ben. Cast away from you all the transgressions which you have committed, and get yourselves a new heart and a new spirit. For why should you die, O house of Israel? Vessétek el magatoktól minden vétkeiteket, melyeket vétkeztetek, és szerezzetek magatoknak új szívet és új lelket. Miért halnátok meg, O Izrael háza? Hallelujah, there's a new heart, new spirit. Egy új szív, egy új szellem. The Bible says we must have. Ami azt mondja a Biblia, hogy nekünk kell, hogy legyen. Hallelujah. Ezekiel 36, 26-27 says this. Ezekiel 36, 26 és 27 ezt mondja. I will give you a new heart and put a new spirit within you. I will take the heart of stone out of your flesh and give you a heart of flesh. I will put my spirit in you and cause you to walk in my statutes, and you will keep my judgments and do them. És adok nektek új szívet és új lelket adok belétek, és elveszem a kőszívet testetekből, és adok nektek 20 szívet, és az én lelkemet adom belétek, és azt cselekszem, hogy az én parancsolataimban járjatok, és az én törvényeimet megőrizzétek és betöltsétek. Hallelujah. Look at what the Bible says here. This is an amazing prophecy. Ez egy csodálatos profécia. Of the new creation in Christ. Az új teremtésről Krisztusban. He says this. Azt mondja. First I give you a new heart and a new spirit. Először ad nekünk egy új szívet és új lelket. Hallelujah. And then He says, I will take the heart of stone out of your flesh and give you a heart of flesh. Utána elveszi a kőz szívet belőlünk, és ad nekünk egy hús szívet. Because our heart has to be a good ground. Mert a mi szívünknek jó földnek kell, hogy legyen. And then he said, I will give you the spirit, my spirit, Holy Spirit. És azt mondja, odaadja az ő szellemét, Szent Szellemet. And when you receive Holy Spirit. És akkor elfogadod a Szent Szellemet. Hallelujah. When he borns your spirit again. Újjászüli a szellemedet újra. Then the spirit will enables you. Akkor a szellem képessé tesz. That through your new nature. Hogy az új természeted által. You walk out. Ki the tud, word of God. Ki tud járni az Isten igéjét. And you begin to able to do. Az Isten parancsolatait meg tud tartani. And your conduct. És
a viselkedésed meg fog változni. And look at how it fulfills now. And how does it look in the New Testament in 2 Corinthians 5:17? Ez a 2 Korintus 5:17-ben mit mond? It says, therefore if anyone is in Christ, he is a new creation. All things have passed away, behold, all things become new. Azért, ha valaki Krisztusban van, új teremtés az. A régiek elmúltak, ímé újjá lett minden. Oh, praise the name of Jesus. Did you hear that? He says, therefore, if anyone is in Christ. Ő bárki, aki Krisztusban van. So, before we can say that we are in Christ. Mielőtt azt tudnánk mondani, hogy Krisztusban vagyunk. Okay, praise the Lord. You must be a new creation. Új teremtésnek kell, hogy legyünk. You are in Christ when you are a new creation. Akkor vagy Krisztusban, hogyha új teremtés vagy. How do you know that you are a new creation? Honnan tudod, hogy új teremtés vagy? How do we know that we are a new creation? Honnan tudjuk, hogy új teremtések vagyunk? Continue to read it. Folytasd az olvasást. All things has passed away. A régiek elmúltak. And all things become new. És újjá, minden újjá lett. If all things are the same. Hogyha a régiek még ugyanazok ott vannak. You are never a new creation. Nem vagy új teremtés. You hear that? All things must pass away. Minden régének el kell, hogy múljon. And everything must become new. És mindennek újjá kell, hogy legyen. Praise the name of Jesus. Now I know. De én tudom. Many of the things in our lives. Sok dolog az életünkben. Maybe still there. Lehet, hogy még mindig ott vannak. And there is a sanctification process in our lives. És van egy megszentelődés folyamat az életünkben. But I'm telling you, once you have a new heart and a new spirit. Én mondom neked, amikor már új szelved és új szíved van. There is no way you're gonna have the same appetite than before. Az lehetetlen, hogy ugyanaz az étvágyad legyen, mint előtte. It is impossible to like the things that you used to like before. Lehetetlen, hogy azokat szeresd, amiket azelőtt szerettél. Because you have a new nature. Mert új természeted lett. Hallelujah. Praise the Lord. Now let me see this same scripture. Just give me a second. Hallelujah. In 2 Corinthians. This is a beautiful verse. In 2 Corinthians 5:17. A 2 Korintus 5:17. In a New Living Translation. Az újfajta fordításban. Look at what it says. Nézd, hogy mit mond. What this means is that those who become Christians. Azt mondja ez, hogy azok, akik keresztények lettek, become new persons. Új személyek lettek. Are you a new person? Te egy új személy vagy. They are not the same anymore. Többé nem ugyanazok. For the old life is gone. Mert a régi élet elmúlt. And a new life has begun. És az új élet elkezdődött. Is your old life has passed away? A régi életed elmúlt. You have a new life. Új életed van. Oh, praise the Lord. Because see. Listen carefully now. Hallgass figyelmesen. To the moment. Addig a pillanatig. Before you become a Christian. Mielőtt a keresztény lennél. Truly Christian. Igazán keresztény. Filled with the Holy Spirit. Betöltve a Szent Szellemmel. Born again through the Word of God and through the Holy Spirit. És az ige és a Szent Szellem által újjá születve. So from your birth. A születésedtől fogva. All the way. Egészen, to that point. Egészen addig a pontig. Your actions. A te cselekedeteid. Your words. A te szavaid. Was written down. Le lett írva. And it was recorded. És ez föl lett véve. Because in Revelation 21. Mert a jelenések 21-ben. I believe it's 21. Azt hiszem a 21-ben. If I correctly remember. Hogyha helyesen mondom. Okay. There is, the Bible says there are books that are going to be opened. Lesznek könyvek, amik meg lesznek majd nyitva. And another book will be opened, the book of life. És lesz egy másik könyv, az életnek a könyve. And you can read it later on, it says that those who are not written in the book of life, they're going to be cast into the second death. És aztán olvasod, hogyha akik nem találnak abba beírva, a második halálba fognak menni. Now watch this. So until the time you become a Christian, a new creation. Addig a napig, amikor új keresztény, új teremtés leszel. You were a letter. Egy levél vagy. That you were written, but not by God. Nem Isten által voltál leírva. But by your own works and all conduct. Hanem a saját viselkedésed által.
And this letter, this book, és ez a levél, ez a könyv, which is your life, ami a te életed, if you did not receive Jesus as Lord and Savior, hogyha nem fogadtad el Jézus, mint uradat, then the great white throne judgment would be open. Akkor a nagy fehér tróndál majd ki lesz ez nyitva. And Christ would judge you according to what is in the book. És az szerint a könyv szerint Isten meg fog ítélni. Oh, but praise God. De dicsőség Istennek. Because yes. You receive Jesus as Lord and Savior. Uradat, Jézus, mint megváltódat. That book. Az a könyv. Become emptied out. Kiüresedik. It got deleted. Ki lett törölve. By the blood of Jesus. A Jézus vére által. Hallelujah. Praise the Lord. Oh, praise the Lord. And watch this. És nézd ezt. Now, I know some people believe that your name gets written in the book of life of the Lamb when you get saved. Tudom, sokan azt hiszik, hogy amikor megtérsz, akkor íródik bele a neved az élet könyvébe. But that's not true. De az nem igaz. The Bible never says that. Mert a Biblia azt nem említi. The Bible says, a Biblia azt mondja, that your name, hogy a te neved, will not be blotted out. Nem lesz majd kitörölve. Yes. Will be not be blotted out. Nem lesz majd kitörölve. So, or it will be blotted out. So it's just only talking about blotting out the name of someone. Csak arról beszél, hogy majd ki lesz valakinek a neve törölve. Okay, so this is very important for us to know. So everybody's name is in the book of life of the Lamb. Tehát mindenkinek bele van írva a bárány élet könyvébe a neve. But some people choose their own ways. De néhány emberek a saját utaikat választják. And they don't receive Jesus as Lord and Savior. És nem fogadják el Jézus, mint urukat és megváltókat. So if they die without receiving the gospel, és hogyha anélkül halnak meg, hogy elfogadnak az evangéliumot, then their name will be blotted out from the book of life of the Lamb. Akkor az ő nevük ki lesz törölve abból a könyvből. Because the book of life of the Lamb. Az a bárány élet könyvéje. See, God has a purpose and a plan for every human being who ever born. Istennek van egy cél és terve mindenki számára. His plan was all to get saved. Az ő terve az volt, hogy mindenki üdvözöljön. But we have a free will. De nekünk van egy szabad akaratunk. We all have a free will. Mindenkinek van egy szabad akarata. We can choose God's way that He already prepared before the foundation of the world. Istennek az utat választhatjuk, amit ő elkészített nekünk. Before the foundation of the world. A világ megalapítása előtt. This is what the Bible says. Ezt mondja a Biblia. That your good conduct. Hogy a te jó viselkedésed. Your life as a letter, as a letter of Christ. És Krisztusnak a levele, mint az az életed. It was already written. Már eleve meg volt írva. So from the moment you receive Jesus Christ as Lord and Savior, hogy Jézus elfogadtad uradat és megváltódnak, you just step into the first chapter of your life as Christ's letter. Beléptél az életednek első fejezetében, mint Krisztusnak levele. See, all the chapters of your life, az életed minden fejezete, as an epistle of Christ has already written. Mi Krisztusnak a levele meglettél már írva. You just have to walk in obedience in Christ. Csak engedelmességbe kell járnod Krisztusban. And you walk all those chapters, chapter by chapter. És fejezetekként ki kell azt járnod. Are you listening to me? Amen. Hallelujah. Oh, praise the Lord. Oh, yeah. Libra gonja la kasikataya bossatai. Now look at what the Bible says. Nézd, hogy mit mond a Biblia. In 1 Peter 1:23. Az 1 Péter 1:23. Having been born again, not of corruptible seed, but incorruptible through the word of God, which lives and abides forever. Mindaki újonnan születtetek, nem romlandó magból, de romolhatatlan magból, Istenek igéje által, amely él és megmarad mindörökké. So we are all born again through the seed of the word of God. Az Isten igéjének magja által újra lettünk születve. And look at John 3:5. Nézd a János 3:5-öt. Jesus answered, most assuredly I say to you, unless one is born of the water and the spirit, he cannot enter the kingdom of God. Jézus felelem, bizony-bizony mondom neked, ha valaki nem születik víztől és szellemtől, nem mehet be az Isten országába. So we born again through the word of God and through the spirit of God. Újjászülettünk az Isten igéje által és az Isten szelleme által. So as an epistle of Christ. Itt a Krisztusnak a levele. To walk out the chapters that the Lord has for you. Kiáll azokat a fejezeteket, amiket az Úr elkészített. You must stay in your birthplace.
A szülő helyedbe kell, hogy maradj. Where did you born? Hol születtél? Now, let's see. Oh, praise God. See, we have a fish. Látod, van egy halunk nekünk. If I take out that fish from that from its place where it's born. Hogyha kiveszem a szülő helyről azt a halat, then that fish would die soon. Akkor yes. Hamar meghalna a hal. Right? Because he only can breathe underwater. Csak is a víz alatt tud lélegezni. The same way you and I. Ugyanazon te és én. We born by the word of God. Az Isten igéje által születünk. And by the Spirit. Hallelujah. So in order for you and I. Az, hogy te neked és én neked. Able to walk out the epistles of Christ that is written about us. Krisztusnak levelét ki tudjuk járni. Orra már malakosita namazat. You must stay in the word of God. Az Isten igéjébe kell, hogy maradj. You must stay in the Spirit of God. Az Isten szellemébe kell, hogy maradj. And then you are living. And functioning akkor, as an epistle of Christ. Akkor élsz és mozogsz, mint a Krisztusnak a levele. And when the world began to read you, akkor a világ elkezd téged olvasni. They began to read the miracles, signs and wonders of Jesus Christ. Akkor Jézus csodáit és jeleit fogják látni. And when they see your life. Amikor az életedet elkezdik megnézni. They began to see the reflection of Christ. Látják meg, hogy a Krisztusnak a tükrözőjét. They began to see an example of Christ. Látni fog a Krisztusnak a példáját. And they began to worship God. És Istent elkezdik majd dicsérni. Because in Galatians 6:15 says this. Mert a Galata 6:15-ben azt mondja. For in Christ Jesus. Neither circumcision nor uncircumcision avails anything but a new creation. Mert Krisztus Jézusban sem a körülmetélkedés, sem a körülmetéletlenség nem használ semmit, hanem az új teremtés. Look at what the NLT says. Nézd, hogy mit mond az NLT. It says it doesn't matter whether we have been circumcised or not. Nem számít, hogy körül lettünk metélve vagy sem. What counts? Ami számít, is whether we have been transformed into a new creation. Oh, hogy át lettünk-e formálva új teremtésé. Hallelujah. Mm. Hallelujah. Mm. Hallelujah. 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 Libra Dvoje Kima Masa Tam. Haribako Sukam Tere Bosui. 1 Timothy 4:12. 1 Timoteus 4:12. Hallelujah. Now, as you are an epistle of Christ. A Krisztusnak vagy a levele. Written by the hand of the Master before the world began. A mester kez által le lett írva a világ megalapítása előtt. Every conduct you had. Minden viselkedésed, amit volt. Every word that you're supposed to say. Minden szavakat, amiket kellett volna mondanod. Hallelujah. Because you have to understand. Mert meg kell értened. It doesn't matter what you do for Jesus. Nem számít, mit teszel Jézusért. What only matters. Ami számít. Is what Jesus does through you. Amit Jézus tett rajtad keresztül. Look at what it says. Let no one despise your youth, but be an example to the believers in conduct, in love, in spirit, in faith, in purity. Senki a te ifjúságodat meg ne vesse, hanem légy példa a hívőknek a beszédben, magaviseletben, szeretetben, lélekben, hitben és tisztaságban. Now, take a look at the sequence of what he's saying here to Timothy, Paul. Nézd ezt a sorrendet, amit mond Pál Timoteusnak. He says first word. Azt mondja, először a beszédben. Word. Beszédben. Because why? Why he says word? Miért azt mondja, hogy beszédben? Because in Matthew 12:34 Jesus said, mert a Máté 12:34-ben, for out of the abundance of the heart the mouth speaks. Mert a szív teljességéből szól a száj. So what comes out of your mouth? A szádból jön ki. It's what's in your heart. Az van a te szívedben. So what's in your heart? Ami a szívedben van. It is extremely important. Ez nagyon fontos. Because what comes out of your heart? Mert ami a szívedből jön ki. In words. A beszédben. Your conduct will follow. A viselkedésed fogja követni. And then, if you are an example to the believers in word, hogyha te példa vagy beszédben a then you're gonna be an example in conduct. Akkor viselkedésben is az leszel. And then you're gonna be able to be an example in love. Akkor szeretetben is tudsz példa lenni. In spirit, szellemben, in faith, hitben, and purity. És tisztaságban. Hallelujah! Amen. Praise the Lord. In Proverbs 10:11.
A példabeszédek 10:11-ben. Look at what it says. The mouth of a righteous man is a well of life. But violence cover the mouth of the wicked. Életnek kútfeje az igaznak szája, de az istentelenek szája pedig erőszak tételt fedez el. Which means? Ami azt jelenti? What do you minister? Te mit szolgálsz? What your life is ministering to others? Az életed mit szolgál mások felé? I just have to look at the people around you. Csak az embereket meg kell nézni körülötted. The people who is close contact with you. Akik közeli kapcsolatban vannak veled. And I can see by their condition of their life. És az életüknek állapotától láthatom. Or what are you ministering to? Hogy te mit szolgálsz felé? Look at Proverbs 10:11 in the Message translation. Nézd a, a Message fordításban. The mouth of a good person. A jó személynek a szája. Is a deep, life-giving well. Az egy mély életadó kútfej. But the mouth of the wicked is a dark cave of abuse. Jesus. De a gonosznak a szája az egy sötét barlang. Sötét barlang. Dark cave of abuse. Tehát a bántalomnak a sötét barlangja. Did you hear that? Oh, praise the Lord. It is so important what comes out of our mouth. Olyan fontos, hogy mi jön ki a szánkból. Hallelujah. Ephesians 5:1 says this. Efézus 1:5 azt mondja. No, 5:1. Oh, 5:1. Be ye therefore followers of God as their children. Legyetek annak okáért követői Istennek, mint szeretett gyermekek. Okay. Now, what does that mean, followers? Mit jelent az, hogy követői? In the Greek it means mimetes, which simply means an imitator. Azt jelent a görögben, hogy imitálni. So, who are those who are really followers of God? Kik azok, akik igazán követői Istennek? Who are imitating God. Akik Istent imitálják. What does this mean? Mit jelent az? Look at in 1 Corinthians 11:1. 1 Korintus 11:1. The same word Paul is using here. Be ye followers of me, even as I also am of Christ. Legyetek az én követőim, mint én is a Krisztusé. So what is Paul is saying here? Pál itt azt mondja, imitate me. Imitálj engem. Because I am imitating Christ. Mert én Krisztust imitálom. Hallelujah. And all Christians, yes. És minden keresztény should imitate Christ. Krisztus kell, hogy imitálja. And he lived in this earth. Ebben a földben élt. And the Bible tells us his conduct. És a Biblia elmondja az ő viselkedését. He told us his reactions. Elmondta az a reakcióit. The Bible tells us his humility. Az ő alázatosságáról beszél. The Bible tells us his strength. A Biblia elmondja az ő erejét. The Bible tells us his life and his heart. Az ő életét és az ő szívét. But you can only imitate him. Csak is akkor tudod őt imitálni. If you're a new creation. Ha új teremtés vagy. That you have a new heart. Új szíved vagy. A new spirit. És új szellemed. And you are walking in the epistle of your life that is written by God. És abban a levélben jársz, ami Isten írt rólad. Okay. Now let me tell you something very important. Ami kell neked valami fontosat. You know, when anyone read any kind of letter, amikor bárki valami levelet elolvas, and when they find a mistake, és hogyha egy hibát találnak, they will point out more the mistake than the content of the letter. It's true. Jobban kimutatják annak a hibáját, mint maga a tartalmát. They will more concentrate on that one mistake. Jobban koncentrálnak arra az egy hibára, than the whole content of the letter. Mint az egész levél fejezetére. And the same is true with you. És ugyanez az igaz veled, vagy you will be more known by the mistakes you made than the content you have. Sokkal jobban ismert vagy a hibáid által, mint az életed tartalmával. Yes. Okay. So this is something very important. Tehát ez valami nagyon fontos. That the Bible says. A Biblia azt mondja. God says, be perfect. As I am perfect. Legyél tökéletes, ahogyan én is az vagyok. Be quick to hear. Legyél gyors a hallásra. And slow to speak. És késedelmes a beszédben. Have wisdom from God. Legyél bölcsességed Istentől. Ask God for wisdom.
kér Istentől bölcsességet. And he would give it to you. És odaadja neked. Oh, praise the Lord. Hallelujah. Because we want to be walking in the epistle of Christ. Amen. A Krisztus levelében akarunk mindannyian járni. Because we are the epistles of Christ. Krisztusnak levelei vagyunk. That is written already. Ami már meg lett írva. You just have to walk it out. Csak ki kell járnod. By your new nature. Új természeted által. So believers. Tehát hívők. Have to be a revelation of the Redeemer to the world. A megváltóról kell, hogy legyenek kijelentések a világnak. Did you hear that? And as the apostolic letters carried light. És ugyan az apostoli levelek világosságot tartalmaznak. Wherever they went. Bárhová mentek. So the world is to read. A világ elolvasta. No. So the world is to read. Ugye a világnak olvasnia kell. On the Christians, the mind and the grace of Jesus. A keresztényeken a Krisztusnak elmét és kegyelmét. Amen. Amen. So there must be the impression of his will on the character by fellowship with him. There must be the impression of his will. Kell az ő akaratának teljesítménye kell, hogy látszódjon. On the character by fellowship with him. A karakteren azáltal, hogy kapcsolatban vagy vele. Oh, praise the name of Jesus. Amen. 2 Corinthians 3:15-18, and I'm finishing. 2 Korintus 3:15. To 18. 15-től 18-ig. But even to this day, when Moses is read, a veil lies on their heart. Nevertheless, the one turns to the Lord, the veil is taken away. Now the Lord is a spirit, and where the spirit of the Lord is, there is liberty. But we all with unveiled face, beholding as in a mirror, the glory of the Lord, are being transformed into the same image from glory to glory, just as by the spirit of the Lord. Sőt, mindmáig, mikor csak olvassák, Mózes lepel borul az ő szívükre, mikor pedig megtér az Úrhoz, lehull a lepel, az Úr pedig a szellem, és ahol az Úrnak szelleme, ott a szabadság. Mi pedig az Úrnak dicsőségét mindjárt fetetetlen arccal szemlélvén, ugyanazon ábrázatra elváltozunk dicsőségről dicsőségre, úgy, mint az Úrnak szellemétől. Oh, praise the Lord. Now, what the Bible says here, amit itt mond a Biblia, that when the people of Israel or the Jewish people read the scriptures, amikor a zsidók olvassák az igéket, there is a veil on their heart. A szívükön egy lepel van. There's a veil on their eyes. Az ő szemükön egy lepel van. But when one turns to the Lord, the veil is taken away. De amikor valaki az Úrhoz fordul, akkor lehull a lepel. Hallelujah. Now this is same true not just to the Jewish people, but also to all the world. Amen. Hát nem csak a zsidókra igaz, hanem az egész világra is. Because everyone's eyes is darkened. Mert mindenkinek a szeme sötét. Is darkened by the sin of the world. A világ bűne által. And by Satan. Sátán által. But when someone turned to the Lord. Akkor valaki az Úrhoz fordul. When someone turned to the light. Akkor a világossághoz fordul valaki. Hallelujah, the Spirit of God brings liberty. Az Isten szelleme szabadságot hoz. And as they began to look into the Word of God. Ugyan belenézek az Isten igéjében. Now, with uncovered face. Fetetetlen arccal. Now their eyes are opened up. Most már a szemünk meg van nyílva. Because the Spirit of God is also the Spirit of understanding. Mert az Isten szelleme az értelemnek a szelleme. So he bring understanding to the knowledge of God. Tehát hoz értelmet az Isten tudásához. And as we began to behold the Word of God. Ugye tartjuk az Isten igéjét. And began to behold Jesus Christ in the Scriptures. Ugye meglátjuk Jézus Krisztust az igében. Jesus Christ through the revelation of the scriptures. Jézus Krisztus az igének kijelentése által becomes a mirror. Egy tükörré válik. And we begin to see ourselves in him. És elkezdjük magunkat látni ő benne. And we begin to be transformed. És leszünk változva. From glory to glory. Dicsőségről dicsőségre. By the Spirit of God. Az Isten szellemi által. As we more look into who Christ is in the scriptures. Ki Krisztus az igében. The more we change into his image. Annál jobban elváltozunk az ő képmására. Hallelujah. So which means. Ami azt jelenti.
The more I get to know him, minél jobban megismerem őt, the more I get to know myself in him, minél jobban megismerem magamat ő benne. So, praise God, this is very important. Ez nagyon fontos. Because we want to be the apostles of Christ. Amen. A Krisztusnak a levelei akarunk lenni. And the title of this message, are we the apostles of Christ? És a címe pedig az üzenetnek az, hogy mi Krisztusnak a levelei vagyunk-e. So my last thing for you. Az utolsó dolgom számotokra. I want you to go to Acts 29. Menjünk az Apcsel 29-hez. Praise the Lord. Oh, you don't have 39. Oh. Does anybody have 39? Van valakinek 29-es. You sure? Biztos vagy? Oh, praise the Lord. See, the book of Acts is only written until 28. Yes. Csak is 28 fejezetig van írva az Apcsel. But the Acts 29. Az Apcsel 29. Is being written. Le lett írva. And it's being written. És le van írva. By the epistles of Christ. A Krisztus levelei által. Oh, from the time Jesus Christ. Mióta Jézus Krisztus. Died and resurrected from the dead. Meghalt és feltámadt a haláltól. And people began to believe in him. És elkezdtek az emberek hinni benne. Hallelujah. Acts 29 has begun. És az Apcsel 29 elkezdődött. Oh, praise Amen. The Lord. Hallelujah. Now we know the apostles' life was amazing. Tudjuk, az apostolok élete csodálatos volt. But when you read Acts, the book of Acts, akkor az Apcsel könyvét elolvasod, when you get to the end, akkor a végéhez érsz, it is an unfinished book. Az egy olyan könyv, hogy nincs befejezve. Because it continues with the church. A gyülekezettel folytatódik. Hallelujah. When you read the book of Acts 1, akkor az Apcsel 1-et elolvasod. Look at what it says. Nézd, hogy mit mond. The former treaties have I made, O Theophilus, of all that Jesus began to do and teach until the day in which he was taken up, after that through the Holy Ghost had given commandments unto the apostles whom he had chosen. Első könyvemet írtam, Theophilus, mindazokról, amiket Jézus kezdett cselekedni és tanítani, mind a mai napig, amelyen fölvitették, minek utána parancsolatokat adott a Szent Szellem által az apostoloknak. Now, let me explain to you something here. Hogy mondjak el itt valamit. In the New Living Translation, he said it like this. Az újfajta fordításban ezt mondja. Okay, in my first book, in az első könyvemben, I told you, Theophilus, mondtam neked, Theophilus, about everything Jesus began to do and teach. Mindent, amit Jézus elkezdett cselekedni és tanítani. We know that Luke, tudjuk, Apostle Luke, Lukács apostol, he was the one, ő volt az, who write the Gospel of Luke, tehát ő is a Lukács evangéliumát, and he's referring to his first book, és az ő első könyvére utal, which is the Gospel of Luke, ami a Lukács evangéliuma. But then, the book of Acts, aztán az Apcsel könyve, is the second book, az a második könyve, is the continuation, az a folytatása, of everything Jesus doing, amit Jézus tesz. Hallelujah. So the book of Acts, az Apcsel könyve, is really the Acts of the Holy Spirit, az valójában a Szent Szellemnek a közül, is really the epistles of Christ, Krisztusnak a levelei, that is written, ami le van írva, and being written, és folyamatosan le van írva. So from Acts 28, az Apcsel 28-tól, when we get to heaven, akkor a mennybe kerülünk, we're gonna begin to read Acts 29, Apcsel 29, 30, 31, 32, we can begin to continue to read what Jesus has done, elkezdjük olvasni, amit Jézus tett, through the epistles of Christ in this earth, a Krisztus levelein keresztül ezen a földön, we begin to read, elkezdjük olvasni, the book of Acts, az Apcsel könyvét, we're gonna begin to read, elkezdjük olvasni, the epistle of Norbi, a Norbinak az levelét, the epistle of Vanessa, Vanessa levelét, the epistle of Winklet, a Winkletnek a the levelét, the epistle of Nikki, the epistle of Zoli, a Zolinak a levelét. Hallelujah. We began to read, elkezdjük majd olvasni, oh, hallelujah, hallelujah, what Jesus Christ, amit Jézus Krisztus, has done through a willing vessel, amit tettünk akkor ilyen keresztül, because the Bible says, mert a Biblia azt mondja, clearly you are an epistle of
Krisztusnak levelei vagy. Ministered by us. Yes. Általunk szolgálva. Written not with ink. Nem tintával írva. It's not man-made. Nem ember által készítve. It's not man-made. Nem ember által készítve. But by the Spirit of the Living God. Nem az élő Isten szelleme által. Not on tablets of stone. Nem kőtáblákra. But on tablets of flesh that is of the heart. Hanem a szívek kőtáblája. Hallelujah, praise the Lord. Yes, Lord. Hallelujah. Let us stand and lift up your hands, O Lord. And say, Heavenly Father, in the name of Jesus, I thank you, Lord, that I am an apostle of Christ. I thank you, Lord, for what is written of me before the foundation of the world, that my life may glorify you. Lord, I ask you. Lord, I ask. In the name of Jesus, in the name of Jesus. Help me, O God, that I may walk out every chapter of the epistle of Christ in my life, every act, every conduct, every good work, every signs and wonders, every miracles, that my life may glorify your name in the name of Jesus. In the name of Jesus. Lord, I thank you. Lord, I thank you. Lord, I thank you. Lord, I thank you. Then I am a pistol of Christ. And I thank you, Lord. I thank you, Lord. In the name of Jesus. In the name of Jesus. For such an honor. For such an honor. A great honor, Lord. A great honor, Lord. That I can be part of. Of your holiness. Of your holiness. Of your goodness. Of your goodness. That I can be. That I can be. An epistle. I love it. Of Christ. Do you understand who you are, child of God? Do you understand the honor God gave you? Do you understand who you are? Do you understand the privilege that God gave you? Let me show you something. We are an epistle of Christ. We are an epistle of Christ. Look at what it says in Psalm 119, 172. My tongue shall speak of thy word, for all thy commandments are righteousness. A nyelvem a te beszédedről énekel, mert minden parancsolatod igaz. Did you hear that? All the commandments of God is what? Istenek parancsolatai mik? Oh, they are righteousness. Igazak. So let's read again 2 Corinthians 5:17. Megint olvasom a 2 Korintus 5:17-et. Therefore, if anyone is in Christ, ha valaki Krisztusban van, he is a new creation. Új teremtés az. Oh, hallelujah. All things have passed away. Behold, all things become new. Igen, elmúltak, újjá lett minden. Oh, praise the name of Jesus. Oh, praise the name of Jesus. Oh, praise the name of Jesus. You are an apostle of Christ. And the Bible says that all the commandments of God are righteousness. Oh, praise God. Now let me show you one more scripture. Oh, praise the Lord. Hallelujah. Let's speak in tongues in the name of Jesus until that. Now, I want you to look at 2 Corinthians 5:21.
2 Corinthians 2 Corinthians 5:21 5:21 Look at what the Bible says. For he had made him to be sin for us who knew no sin, that we might be made the righteousness of God in him. Mert azt, aki bűn nem ismert, bűnné tette értünk, hogy Isten igazsága legyünk ő benne. Did you hear that? You are an epistle of Christ. In Psalm 119:17, the Bible says that all the commandments of God is righteousness. And by His cross, He made you the righteousness of God. As Jesus Christ, the Son of the living God, He was a walking tabernacle in this earth. The walking word of God in this world. Then you are. Are you ready for this? You are an epistle of Christ. A word. In the Word. Hallelujah! Did you hear that? Oh, glory! This is what the Word of God says. You are a Word in the Word. Thank you, Jesus. You are part of God's plan. Yes. You are part of Christ. This is why the Bible says you are in Christ. Yes. You are where? In the Word. Oh, you are in the Word. And you are an epistle of Christ. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. We thank you, Lord, for such a privilege, O Lord. Yes, Lord. We thank you, Lord. Oh, in the name of Jesus. We thank you, Lord, for who we are in Christ. And we thank you, Lord, for the great works that you created for us before the foundation of the world. That by your Spirit we will do. Now I know there are some dark times ahead of us. But I'm telling you something. That the best is yet to come. Hallelujah. The best time for the church is yet to come. I prophesy in Jesus' name that the greatest time the church have ever seen, the best time is coming. You will see the church. You will see the body of Christ shining with the glory of God, walking as Jesus walked on earth, yes, doing greater works. Oh, in the name of Jesus, it will happen. Hold on, child of God. Hold on. Have faith in God, because God will do it. Yes. By His Spirit, yes. By His Word, yes. He will do it. Yes. And He will hold you, yes, in His hand. Yes. He will protect you. Yes. Whatever this world, whatever darkness is coming, yes, nothing can stop the body of Christ. Hallelujah. Remember, we are the body of Christ. Jesus Christ is the head. Yes. But we are the hand and feet of Christ. We are the body of Christ. Hallelujah. In Jesus' name. Hallelujah. So walk out, yes, as the epistle of Christ. Yes. All that is written of you. Oh. In Jesus' name. Walk in the purposes of God. Yes. In Jesus' name. Hallelujah. The Lord bless you. The Lord keep you. The Lord make His face to shine upon you. Lift up His countenance and give you His peace that passes all understanding. Minden értelmet felül halad. Gyerekek, kávé is, vagy egy káv.
Yararunai panavereka veunetka. Yisarunai panavereka. Shalom, shalom. God bless you in Jesus' name. God bless you in Jesus' name. Hallelujah.